Bartók Kamara Színház és Művészetek Házában gyűltek össze a színészek és alkotók egy újabb olvasópróbára. Terry Johnson színpadi játékát, amely egy romantikus vígjáték, a Diploma előtt című darabot viszik majd színpadra a művészek Dicső Dániel rendezésében. Ez egy elég híres film adaptációja, Dustin Hoffman és Anne Bancroft főszereplésével a 60-as években mutatták be ezt a filmet, ami talán kultikussá vált azóta, de azért az az igazság, hogy mi nem ezt a filmet szeretnénk ide adaptálni, hanem sokkal inkább ezt a történetet, ami amúgy alapvetően egy regényből született, és egy fiatalembernek az útkereséséről szól, és ezt hozzuk el ide Dunaújvárosba. Dicső Dániel elmondta, az olvasópróba egy első találkozás, amikor körvonalazódik mindenkiben, hogy milyen is lesz majd az előadás. Szerintem inkább azt lehet egy ilyen olvasópróbán valamennyire leszűrni, hogy milyen lesz a következő 6 hetünk, amíg itt minden nap próbára járunk, hogy mennyire leszünk egymásra nyitottak. Szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy a színészek is kíváncsiak legyenek egymásra, a darabra és a rendezőre, és a rendező is hiába van egy nagy tudása már a darabról, és van elképzelése, legyen mindig nyitott, és nagyon kíváncsi arra, hogy éppen abban az adott pontban mi történik. Persze ez ne írja teljesen felül az alapokat, amivel itt elindultunk, de szerintem akkor születik egy igazán jó előadás, hogyha ez tényleg egy közös munka tud lenni, és egymást inspirálva, egymásból építkezve megyünk a bemutató fele. Az előadásban Dobó Kata is szerepet kapott. Azt mondta, eddig még nem dolgozott a Dunaújvárosi Színházban, viszont vannak tapasztalatai a vidéki színházakról, hiszen például Békés Csabán is több éven át játszott. Azt tudom, hogy milyen vidéki színházakba levinni fővárosi előadásokat, nagyon hálás, nagyon szeretik a nézők, hogy a fővárosi művészek lemennek, és ugyanazt láthatják, mint amit a pestiek. De egyébként játszottam Békés Csabán hosszú éveken keresztül, 4-5 éven keresztül. Nem állandóan voltam ott, tehát hogy nem leköltöztem, hanem bizonyos produkciókra, de volt egy olyan időszak az életemnek, amikor minden évben volt legalább egy darabom ott. Úgyhogy ilyen szempontból a vidéki színészetet már kipróbáltam. A Diploma előtt című előadásban Dobó Kata alakítja Mrs. Robinson karakterét. Mrs. Robinson a házasságában nem talált szerelemre, így titkos kapcsolatba és több botrányba is keveredik. Mivé ferdül el az ő élete, hogyha nincs szeretve, és hogyha nem tud ő is egyfajta szerelmet megélni valakivel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez iszonyú fontos, és ebből a darabból is látszik, hogy a Mrs. Robinson karaktere, aki ezt az érzést soha nem élhette át, ellenben benne van egy nem működő házasságba, ami az elejétől kezdve kudarcra volt ítélve ilyen szempontból, hogy ezt hogy dolgozza föl a 40-es, 50-es éveire nehezen. A Diploma előtt című romantikus vígjátékot októberben láthatja majd a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza közönsége különböző időpontokban, amelyek megtalálhatók az intézmény honlapján.